Kalandor politika helyett biztonság és stabilitás kell a jelenlegi helyzetben. Erről Orbán Viktor beszélt az ukrajnai háború kapcsán. A miniszterelnök a Mandinernek adott interjújában felelőtlennek nevezte azokat az ellenzéki nyilatkozatokat, amelyek szerint fegyvereket kellene küldeni Ukrajnába. A kormányfő beszélt az energiaellátás kérdéséről is. Azt mondta, ha nincs a paksi beruházás, akkor még több orosz gázt kell vásárolni még drágábban, ami miatt egyetlen hónap alatt háromszorosára nőne a magyar családok rezsiköltsége. Magyarország békepárti, mondta Orbán Viktor a Mondin adott interjújában. A miniszterelnök részletesen beszélt az ukrajnai háborús helyzetről, a lehetséges következményekről és a közelgő választás tétjéről is. A kormányfő megismételte, Magyarországnak az az érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, a felek pedig minél hamarabb megállapodjanak. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Semmiképpen sem szabad belesodródnunk ebbe a konfliktusba. Hozzátette, Magyarország akár helyszínt is biztosít az orosz-ukrán béketárgyalásoknak. Ezen túl humanitárius segítséget nyújtunk, benzint, gázolajat, élelmiszert, alapellátási cikkeket szállítunk Ukrajnába. Harmadrészt pedig mindenkit befogadunk, aki onnan érkezik. Orbán Viktor a Mandinának azt nyilatkozta, most az uniós egység a legfontosabb, de egy biztos, Oroszország a háború után is létezni fog. Magyarországnak és az Európai Uniónak pedig a háborút követően is lesznek érdekei. Ahogy fogalmazott, semmilyen ért nem szól amellett, hogy megszakítsuk az oroszokkal az energetikai együttműködésünket. Ha nincs paks, akkor még több orosz gázt és még drágábban kell vásárolni, fogalmazott Orbán Viktor. Kiemelte, ha felszámolnánk az oroszokkal való energetikai együttműködést, akkor egyetlen hónap alatt háromszorosára nőne az összes magyar család rezsiköltsége. A kormányállás pontja ezért az, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború árát. A miniszterelnök felelőtlennek nevezte azokat az ellenzéki nyilatkozatokat, amelyek szerint fegyvereket kellene küldeni Ukrajnába. Ahogy mondta, a jelenlegi helyzetben kalandorpolitika politika helyett felelős politizálásra, biztonságra és stabilitásra van szükség. Az országgyűlési választásokkal kapcsolatban a miniszterelnök arról beszélt, fennáll a veszélye, hogy a kommunisták egy újabb nemzedéke visszajön. Úgy fogalmazott, idézem, ezt nem szabad hagynunk, és meg kell védeni a gyermekeinket is. Azt is mondta, hogy Magyarország szabadország, felnőttként mindenki úgy él, ahogy akar, de a gyerekeinket meg kell védeni a gender propagandától. Erre a legjobb eszköz az április harmadikai népszavazás. Orbán Viktor a arról is beszélt, hogy a jelenlegi kormány a gyermekekben látja a jövőt, ezért azt tervezik, hogy tovább bővítik a támogatási rendszert. Úgy fogalmazott, idézem, a következő években teljessé tesszük a családpolitikánkat. Itt is előre kell mennünk, nem hátra.